Hallo, hallo. Hello, srácok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Innen az irodámból, nem, amúgy nem az irodámból. Ezzel a jó kis bugos fészkemmel, ami amúgy jól működik, az esetek nagy többségében. Ah, még órám vagy para, hello amúgy. Szájról olvasni? Jó, okés. Hát igen, én ismerek egy srácot. Hát most hiába mondom neked. Majd visszanézed. Hello, Entin. Ismerek egy srácot, aki tud szerezni olyan fülest, ami nem látszik a füledbe. Nem tudom, hogy mire használják. Na, folytassuk a Witcher-t, ugyanis ez a mai program. Vettem. Elvileg mindjárt kész a tea is. Szóval, folytassuk a Witcher-t. Ugyanis ez a mai program. Kicsit húzós volt a hét. Úgyhogy csak ilyen lazán nyomjuk. Hello Benedek. Tehát csak ilyen nagyon, nagyon lazán nyomjuk. Csinálgatjuk a... Csávó, hogy megnézett, láttátok? Szóval csinálgatjuk a sidequesteket, meg ami még van hátra. Nézzünk rá a térképre. Jó, na hát vannak még felfedezetlen területek, ugye ezt itt rögtön látjuk, hogy ilyen notice boardok, ilyesmi. Úgyhogy elugrunk most rögtön ide, Frankolálba. Ezzel folytatjuk. Elvég itt van egy fast travel point. Jó. Na nézzük. Frankolár. És itt fölvesszük a notice boardról, ami még itt van esetleg. Nem is tudom, hogy itt voltam-e már. Bocsi, csak technika mindig van fura. Hello, Markboy! Igen? Már 7 hónap. Repül az idő. Köszi szépen, Markboy, a 7 hónapot. Köszi, köszi. Na, erre kiderül, hogy itt egy darab kontrakt nincs. Na, várjál. Okés. Köszi, Markboy, még egyszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt támogatsz engem és a platformot. Jó, na akkor menjünk tovább, és akkor tulajdonképpen ide kellene most eljönnünk, mert itt megint csak van egy notice board, de lőjük már be ezt, mert itt kéne átmenni. Ott van egy híd, és azon a hídon fogunk átmenni. Így van már, boly, csak a K-pop. Kedvencem amúgy is. És közben gyönyörködünk a tájban. Meg esetleg...
Megnézzük ezt a Winners kontraktot. Farkasokkal meg nem vacakolunk. Van itt minden. Jó. Na, elvileg itten is vagyunk. Valahol. Szerintem itt föl kell jönni erre a hegyre. A hegyre. Ha. Itt van valami. Határozottan. It swallowed fill and hole. Not me a hazer. Oh, there, sir. I'd guess those swords on your back aren't there as festoons. Maybe you could help me. Maybe. Depends. Well, there's a cave that, to my mind, would be splendid for aging wine. Not over dry and none too moist. Hát igen, Marboy, figyelni kell. Well, damn things full of noise. The arse clenching sort. Clinkety, bangety, knockety kind. Sent my clerk in to see, been 2 days, and he's not back. I reckon it's ought to do with the Elven ruins. Blah. That about the cave. So, lend us a hand, will you? Okvetlenül. Fine. I'll have a look in the cave, see what lurks there. És akkor, ha már úgy alak... What? Ha már így, akkor kipróbáljuk az új kardunkat is. Üff! Jó, jó az új kard. Adja. Jó lesz, jó lesz. De nem ez volt az egyetlen szörnyit, viszont itt van egy láda, amiben van egy nadrág. Szuper. És itt is egy láda, itt egy pár alkatrész. Hát ezeket csak ne rámoljam ki. Jó, erre jövünk fel. Ez a bejárat. A legkisebb barlangba is eltévedek. Hát megy ez ray tracing nélkül is. Egy gárgolja. Ha? Jó lesz, jó lesz. Jó. És ennyi? De sötét van. Ott van valami gyom, ott megy egy láda, akkor azért a ládaira elmegyünk. Egy páncél. Totál megérte. Jó. És ezüst sose járt. Jó.
Na már csak ki kéne jutni. Erre nem tudok visszamenni mi. Na, gondoltam. Akkor jövünk erre. Ja. Erre. Ja, igen, erre. Erre? Így van. Na, hol van József? All clear now. Did you manage it? Yeah, all taken care of. Minden rendben. And four core witches lay about some freeloaders? Bollocks! Storehouse will be ready in 2 days at most. And here on in, you've cut rate prices on all my goods. Minden jel. So long. Hello, kekerényi. Jó. Na hát itt akarunk vehetünk bort. Ami tök jó. Viszont menjünk tovább. Hát nézzük meg mi van itt. Ha már úgyis útba esik ez a kérdőjel, akkor ránézek. Fickó kicsit túltolja a lelkesedést, de semmi gond. Jó lesz ez az Arondite. Jó kard. Talán a legjobb az egész játékban. Na. Miért van ott kérdőjel? Lehet, hogy valamilyen elhagyatott site ilyen... Vagy szörnyekkel, vagy banditákkal. Úgyhogy... Ja, hogy ez egy olyan, az amit a Camerlengo adott a, az a fickó, ott aki ilyen banditákért ad pénzt. Jó, hát akkor próbáljuk meg. Elvileg itt azért sokan szoktak lenni. Az igen. Nem lehet közbe ütni, ez most kiderült. Jó. Hova mész? Na. Jó, de még vannak. Tehát ott még egy József biztos, hogy van. Given me no choice. Ó, van itt több is.
Jó. Meg is van. Meg is van. Para nem hallja amúgy, hogy mit mondok, de itat. Oké, oké, iszok, iszok. Köszi szépen, hogy szóltok. Na és akkor visszatértek a népek. Én meg most elmehetnék az a fickóhoz, aki kiadta a kontraktot kis pénzért. De hát nem fogok, majd megyünk később. Na, viszont valamit megnézek. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy betesszük most ezt. Csak hogy legyen helyünk a táskában, mert lootolgatunk. És ezeket majd eladjuk a kovácsnak. Ó. Oh. Jó. Oké. Okay. Hát ez volt a feladata a fickónak. Jól látom, hogy... mintha Geralt kezébe ott lenne a kard. Csak nincs ott. Jó, most már jó. Hát néha benne marad a kezébe. Oh, no. Yet another fugitive from the north. Why are you here? Don't know if you noticed, but I just saved your ass. Yes, yes. Though not without a reward in mind, I wager. I know your kind. Of course. Okay. And I'll want a share of your beggar's alms, too. Wanted to take a look at your goods first. May I? I suppose. But you're to touch nothing. And on purchasing, pay in full, in hard currency. Understood? Forrest. Like you to craft something for me. I'll pay, of course. Jó, hát kivítjuk a cuccinkat. Megpróbáljuk eladni. Hát... gyuk el nem fognak ezekkel venni szerintem. Ezek biztosan nem. Jó. Ha már itt voltunk. Gotta go. So long. I've sweat dripping down my bum. Hát, ha nem köszönsz, akkor nem köszönsz. Ez van. Na, ugye akkor jó, nézzük meg ezt a falut. Roach. Ne. Roach néha olyan hektikus. Addig élvezzük a tájat. Jaj. Oké. Na. Ez az a kis halászfalu. Ahova jöttünk. És ott a hirdető. Hogy? The Monster of Tufo. Mysterious Plummeting Cattle. Hogy mi? Monster of Tufo-t majd később csináljuk szerintem. Oké. Okay. Hello, Sheriff. Jó. Hát itt is csak kérdőjelek voltak. Ja, akkor jövünk ide, aztán tovább vagy a következő hirdetőhöz. Aztán megcsináljuk ezt a Bovin Blues kontraktot.
Rakott le Festrevő a pointot. Nem, akkor lehet, hogy még erre van. Jó. Mert nem ártana, hogyha letenne egyet. Lehet, hogy éjszakra van. Aha, ott van. Jó. És de akkor megnézzük azt a kérdőjelet, hogy az mi lehet. Megy a szüret. Uttonyos! Na jó, gyerünk. De utáltam szőlőt szüretelni. Mindig telekajáltuk magunkat szőlővel. Ja, ez lehet, hogy lent van egy barlangba. És szerintem itt ez a Monster of Tufo pontrak lesz. Jó, megyünk tovább. Akkor ide jövünk. Így van. Úgy mindig olyan érdekes helyekről kerül elő. Hát az a vár is elég jól néz ki, mit mondja. Hát, hogy pont oda megyünk. Hát nem pont oda, hanem ide. Ez meg valami bánya? Kőfejtő, vagy valami ilyesmi. Hát igen, kőfejtő. És itt is van egy ilyen notice board. What the hell happened here? Ez baj. Hát jó. Ez a kard, ez nagyon nagy cheat amúgy. 10.000-es damage. Jó. Hát itt... az ciki, valakire ráesett egy tehén. Ez kellemetlen. Hát a ki lehet bírni röhögés nélkül. Azt itt meg nincs semmi. Na jó. Nézzük meg ezt a Bovin Blues kontraktot. Amit fölvettünk. Az meg 100-as szintű. Jó, na nézzük. Akkor ez pont ez. A Bovin szarvas marha. Így van. Jaj, akkor ez pont az a kontrakt lesz. Jó, és akkor itt kell valakit megkeresni. Foreman. Hát mondom, az a vezetője ennek a kőfejtőnek. Need to ask around. Locals might know something more. Hát igen, ez tényleg kellemetlen, hogy tehén ráesik egy emberrel. Hát mondhatni, ez nem az ő napja volt. Ez egy hatalmas kéz.
Mi? Wine, like all things lovely, requires patience. Witcher or not, you've still to bust your bum. No. What the golly blasting devils are you doing, men? What plague? An unfortunate turn of offense, that's all. Get back to chiseling. If we don't deliver that head on time, the infestor will twist my plums off. Körülmények szerencsétlen összejátszása. A cow crushed him, and it was an accident. This, sir, is a grave matter. It requires a specialist, some mage or warlock. What happened here? Look, it's that witcher who's come to town. Maybe he can do something, an exorcism or the like. We should ask how much coin he'll want. Saw your notice. Got a problem with a cow? Fear a plague, is that it? Yes, indeed, and a horrid one at that. We've earned the gods something true we have. In Zerikania, they've sent a plague of locusts, then of frogs. With us, they skipped right to raining cows town on us. Enough! Mm-hmm. Enough! No need to sow panic! Come, Master Witcher, I shall divulge to you the matter at hand. Na, beszéljünk róla. Yes, an unfortunate matter indeed, to be crushed by a cow. A true shame, Emil. He was a good worker. I told them at once there had to be a simple explanation. But that lot, no. Right away they started in screaming, plague! Demanding higher wages for hardship. Poor working conditions, you see? They'll ruin me, the blotters. My job is to figure out why a cow fell from the sky. That it? That too. The thing is, since none bother to clear the cow corpse, some filths overrun the other pit. We fear to venture there. Not surprised. Cow, where'd it come from? What kind was it? Why, the ordinary spotted kind. Nothing unusual. Its corpse rots in the other pit, sends out its stench, and Emil lies right beneath it. Will you tend to the matter and take on the contract? Persze. Need to know more about this accident. Anyone actually see what happened? No, but sounds there were. Ostorv had just gone to see how Emil was getting along when suddenly we heard an ear-botching boom. Moments later, something smashed into one of the cranes. Doubt it was the cow that hit the crane. Probably true. At any rate, come morn, we ventured out to sea, but the vermin drove us off. With that, all work came to a halt. Has remained so since. Nem haladnak a munkátok, mert félnek a munkások. Persze, nyomjuk. Fine, I'll look into it. Might be a botched portal, but I doubt it. Lapiota reward you with progeny aplenty. I shall keep an eye out for your return. Egy hurikán fölkapta és most tette le. Az is lehet. De inkább nézzünk szét, az a biztos. Elég komoly kis hely. Ja, ott tudok lemenni, jó. Keresem, hogy hol lehet lemenni. Where do I start? Hát nézzük meg a munkásnak a testét. Crushed by something heavy. Skull base is cracked. Fresh tooth marks. Necrophages. But they got to him after his death. Won't learn anything else from the body. Hát ráesett egy tehén. Tissues crushed in places.
Must have fallen from quite a height. Magasról esett le. Harapás nyomok. Got sliced open. Not much blood, so it happened after death. Heart had already stopped pumping. Tooth marks. Small ones, though. So necrophages left him clearly. Sure sniffed out their feast fast. Deep claw wounds. Spread between talons indicates a draconid. A wyvern, probably. Oh. But these wounds weren't the cause of death. No. Got it. All clear now. Cow died when it fell from a great height. Draconid must have dropped it. A youngster probably trying to get the cow back to its nest, but it proved too heavy. Okay. Emil's bad luck to be standing right underneath. Tehát valamilyen sárkányféleség ejtett el. És pont Emilre esett. Na mi van azzal a darúval? Hát ez eléggé össze van törve. Vérnyomok. Blood. Draconid must have hit it pretty hard. Dropped the cow, then probably tried to steady its flight. Got hurt in the process. Good. Should be simple to track down. Hát keresünk vérnyomokat. Traces of draconid blood, barely perceptible. I'm on the right track. Erre repült. Hát, ha repült. A storm, damn it. Tűzszangba? Az igen. Hát ilyet még nem tapasztaltam, hogy tűzszangba esik. Hát jó. Started bleeding heavily. Wound was more serious than I thought, looks like. Amit már nagyon erősen vérzett. De merre mehetett tovább? Aha, erre. Jó. Hát itt damn it. Half-eaten body with scorch marks. Definitely not a wyvern. Slizzard. Gotta be. They breathe fire. Oh, ez a tűzokádó gyík, vagy mi? Okay. Landed on the roof of the distillery, raised a ruckus, made a mess, and moved on. Menjünk tovább. Na, mondjuk legalább most már nem esik. Crawled through here, clearly too tired to fly. In a bad way, barely crawling. Éppen hogy csak haladni tudott. Second draconid landed here, a larger one. Ketten vannak. Waited for the smaller one to heal, then they flew off together. Should be easy to track. Smaller one was still bleeding, luckily. Flew off together, probably bound for their nest. Jó, tehát a fészkük felé mentek. Menjünk mi is arra.
Dragons here. Nests up there. I bet the farm on it. Jó, hát akkor... próbáljuk meg őket... semlegesíteni. Jó lesz, jó lesz. Kezdődik. Nem tudom, mi történt. Legalább vérzik, az is valami. Na ez is. Egyszerre kettő, igazi. Assza meg, greedy. Ez greedy volt, nem szabad. Nem szabad. Kettőt, max. Hármat beleütök és ott se vagyok. Na. Valami történjen. Gyerek is. Shit. Jó, ez megvan.
is megvan. Right. High time I collected a trophy. The rest of the eggs haven't hatched yet. Need to burn the whole nest. Hát nem, azt most nem fogjuk megcsinálni. Hanem elviszük a trofit. Ez is megvan. Jó. Ide majd visszajövünk egyébként. Úgyhogy én szerintem teszek ide egy ilyen jó. Okay. Faster. Na várjál, merre is menjünk? Aha. Hát itt le kéne jönni a hegyről valahogy. Let's go! Ja nem, itt van a fast travel point. Hát ez szuper. Így a leggyorsabb. Még egy jelentebb. Ja. Well, have you learned how that cow came to fly? Yeah, you can get back to work. And it wasn't a plague of falling cows. Did I not say so from the start? A weight off my chest. So, what was behind the animal's plummet? Young slizzard flying over the quarry dropped it. Was trying to get it back to its nest. Food for its mother and siblings. Beast shouldn't cause you any more trouble. Why, that is grand news! Here, superb, ez is megvan. And I thank you, master. All cleared up now, right? No gods, no plague, just the dragon, but it's gone too. We're to pay Emil's widow compensation, and that will be that. So, why do you still stand there and wait, man? Back to work, chop chop! Az igen, a hajcsár. Suspicious workings are still afoot. What became of the builders who were to put the statue together? They were due 3 days back, yet there's still no sign of them at our day's store. Jaj, szobrot építenek. I'm certain of it. Or eaten, or locusts got them, like in Zerikania. What's this rubbish you spout now? The architects wrote they would arrive a week late with a large shipment of marble from Metana for the prophet's beard. So stop flapping your yaps and get to work. Allow me to walk you away, master. Na mit akarsz még mondani? Mindjárt mondom már, boy. I lied. But I cannot have them panic again. The workers he mentioned, they've indeed vanished. Oh. Come see me later, I shall divulge to you the details. Munkások tűntek el. Hát nézzük meg. Hogy mi? Mond. So, master, the workers who vanished. How goes the search? They vanished? What's that mean? Just that. Along with ample supplies. I had placed an order. More than a dozen wagons reached the building site, yet 5 were lost along the way. Tools, food, building materials, and first and foremost, the specialists we need. The chief architect included. I wrote to the architect to say the quarry awaits. He should send new plans. But the foreman said the architect was here, at Ardaiso. And this means he's missing too. Got it.
I'll look around, see what I can learn. Master, I know not how to thank you, but I beg you to hurry. We shall simply not finish without those five wagons. Okay. Jó, akkor keressük meg ezeket, akik eltűntek. Tulajdonképpen ez a feladat. Majd reggel, mert akkor legalább látok is valamit. Úgyhogy akkor nézzünk rá a térképre. Jó. Oké. Hát akkor ezeket megnézegetjük. Megkeresgetjük ezeket. Ide jövünk, ez lesz az első hely. Jó. Na gyerünk. Szóval Márboly, hogy mi a véleményem erről? Hát nem egyszerű téma. Ugye alapvetően azt megértem, hogy a szerzői jogok védelme mindenek felett van. De nem vagyok benne biztos, hogy azt így kellene érvényesíteni. You don't look like a quarryman to me. That stand in the way of our doing business? No. It merely means I doubt you'll find anything of use here. I mainly stock goods for the men at the quarry. Hammers, spikes, hand cream. But if you want a glance, feel free. I shan't stop you. Jó. Megjavítatjuk a felszerelésünket. És akkor megyünk tovább. Eladjuk. Mondjuk lassan már annyi pénzünk van, hogy fél tizet meg tudjuk venni, de... ja, gyerünk. Szóval ez a... ez első gondolatom. Azért most itt a viárosban az egy dolog, ami nyilván rettenetes, meg így az egész hazai iparágat egy eléggé érzékenyen érinti. Mert ezt a game streames dolgot. De azért voltak ilyenek, hogy akinek így egy az egybe kitörölték az összes klipjét, meg korábbi vodokat. Tehát így válogatás nélkül. Hát nem gondolnám, hogy ez a jó, és most ugye sokan meg így pánikból inkább maguknak kitörölték az összeset. Nehogy baj legyen. Hát ez azért nem biztos, hogy ennek így kellene működni. Nyilván nehéz ezt kezelni, már így a Twitch oldaláról, hogy akkor most mi az, ami jogvédett, mi az, ami nem. De nem biztos, hogy ezt így kéne. Na nézzük, mi van itt. Here's the cart. Na, meg a munkások. Tehát ébreszem föl a részeg munkásokat. Hey, wake up. Gideon. Ébresztő. Wake up. Hát ezek konkrétan itt berúgtak. Fú, taknyos részeg mindegyik. Wake up. Leave me in peace, Witcher. Meg még van egy. Valahol itt. A bokorba. Come on, get up. Hát ezek simán csak berúgtak. Saint Lebioda sent you. I must now repair my wagon. They await me at the building site. So long. Ja, és akkor itt épül a szobor. Tehát egy adag már odaért, gondolom akkor a többit is megtaláljuk. Akkor tovább fog épülni. Mindig estére rak be.
Hát igen, de tudod, ez olyan, hogy ez a zenélés, ez... Tehát ezt meg is értem, meg nem is. Mint úgy, hogy... most nyilván az a zene az valakinek a szellemi terméke. Én ezért aggódtam mindig, hogy sőt, én ezért is nem tudok semmilyen zenét. Persze van olyan játék, ami alá kb. Muszáj, mert mit tudom én, egy League of Legends alatt tényleg jobban hangzik, ha van valami aláfestés, de mondjuk egy Witcher alá minek? Tehát nem sok értelme van. Mindig szóval... tehát értem is ezt a jogdíjazást, meg nem is. Tehát teljesen megértem, hogy valakinek egy szellemi terméke, és nyilván joggal mondhatja azt, hogy ne gazdagodjon meg más, vagy ne keressen pénzt más, most nem kell meggazdagodni, az én szellemi termékemből. Ezt teljesen meg tudom érteni. Nyilván ez emellett a Twitchnek valahogy fel kell lépni. Ezt is meg tudom érteni. De nem biztos, hogy ez a jó út, hogy tényleg így ilyen kliplistákat törlök egy az egybe, meg de most iszonyatosan fél mindenki, hogy mikor csap le rá a Banhammer valamilyen random zene miatt, amit benyomott egy évvel ezelőtt. Ó! Oh. Itt balhé van. Jó kemények ezek a banditák, mit ne mondjak. Vánsától. Hát igen, kekerény ez itt már válhites, ez. Hát igen, amúgy például a Tony Hawk az egy tökéletes... De most vissza kell mennem újra. Tehát a Tony Hawk az egy tökéletes példa, hogy az alá kell a zene. Tehát az... Tehát zene nélkül az ott nem ugyanaz. Tehát én is emlékszem, amikor játszottam vele gyerekkoromba, amikor legutóbb gyerek voltam, hogy tényleg azok a zenék, azok ilyen ikonikus zenék voltak ahhoz a játékhoz. Tehát nem lenne ugyanaz a játék a zene nélkül. Nyilván itt most a streamelés az megint olyan, hogy... Tehát... Nehéz. Hogyha a Tony Hawk alatt mehet a zene, akkor más játék alatt miért nem mehet a zene? És akkor tudod, jönnek ezek a kérdések. Nyilván a Tony Hawk alatt lévő zenét már megvásárolta a Tony Hawk kiadója, ilyen értelemben. Jó, nyilván nem arra vett jogot, hogy minden játékos kistreamelje. Az is igaz. Szóval bonyolult dolgok ezek, na. És nyilván nehéz ezt így egy kalap alatt kezelni, de... Valahogy muszáj. Na most megpróbálom jól megcsinálni. Van egy árcsere, aki engem rettenetesen idegesít, úgyhogy... Jó. Ne tedd el, Geralt, hát még... Bad idea. Jó, meg vagyunk? Szuper. Thank you. Good sir. You would be the famous Witcher, would you not? Exactly. I shall hitch my wagon and set off for the monument works at once. They await me there. Jó utat. Egy nappal később, megint ki fog tenni éjszakára. Megy az iddogálás.
És épül a szobor. Semmi nem látszik belőle, mert éjszaka van. Eloltjuk, ne okozzunk erdőtüzet. Ó, egy kis ratatúj volt nála. Szóval tényleg nehéz ugye ez a jogdíj, meg hogy mi... Hát nyilván az, hogy milyen contentet tolsz, az sokkal egyszerűbb, tehát hogyha valami olyan tartalmat gyártasz úgymond, ami egyértelműen a Twitch szabályok tiltanak, azzal nem nagyon van mit vitázni. Nyilván itt azért nem erről van szó, hanem tényleg itt ezek a copyrightos tartalmak, amik problémásak. És hát ugye a VR-nál meg ugye konkrétan az volt a gond, hogy a műsort adtak, amit nem lett volna szabad. És emiatt ez nagyon, nagyon, nagyon problémás. És ez nagyon nagy baj. Tehát ez, mint hogyha én most elkezdenék egy NFL meccset közvetíteni nektek. És hát az a baj, hogy az Apple meg nagyon harap erre. Hát... nagyon nagy szívás egyébként. Egy ilyen miatt, mert... Az, hogy ez nekik abszolút nem fő profiljuk, vagy hogy mondjam, tehát... nyilván tech-kel foglalkoznak. Tehát ez kétségtelen. De nem a Twitch-en. Tehát nyilván tesztelnek telefon, monitort, akármit. Én hova jövök most? Nem is ide kell jönni. Hanem ide. De... Tényleg egy... Hát most nem akarom ledegradálni, de egy iPhone bemutató, ami így... Tudjuk, hogy van évente, néha kétszer is. Tudod azt, hogy mondjuk egy E3-at lenyomnak, mármint hogy most már tudom, E3 nincs, de valamilyen olyan eventet, ahol van játékot mutatnak be, vagy egy vagy az Xboxot, vagy a PlayStation 5, vagy mit tudom én, azt megértem, oké. Okay. De most egy iPhone. Ó, még jó, hogy nem vagytok sokan. Hát ez kekerényi, ebben igazad van, ez nagy valószínűséggel így van. Szerintem amúgy én sem néztem volna. De tényleg. Pedig én is, nekem is iPhone-om van. Szerintem tényleg nagyon jó készülékek. Tudom, nem azt mondom, hogy a nagy fan vagyok, mert mit érdekel engem. Telefon, csak ugye az, hogy... Én általában úgy szoktam, hogy lemennek ezek a bemutatók, vagy kínótok, régen így hívták. Aztán meg se nézem, csak megnézem a telefon specifikációját a honlapjukon. Mi az újdonság, úgyis kírják ott is. Megint kaptam egy tockost. Hát, hogy miért pattog az Apple? Hát azért, mert őnekik ez a filozófiájuk. És nem lehet őket hibáztatni ezért. Tehát az, amit, még akár a műsor is, vagy bármi, amit összeraktak, az az ő szellemi termékük. Azzal más ne nagyon akarjon pénzt keresni. Hát, ők így csinálják.
tényleg fejlesztőként is azért ez érződik az Apple-nél, hogy az egész ökoszisztéma, ami nekik van, ez egy tényleg egy nagyon zárt, nagyon kontrollált ökoszisztéma. Na, tényleg nagyon odafigyelnek ezekre a jogvédett dolgokra, tehát hogy az rendben legyen. Na jó, benyomom a cheat-et. Jó. Azt itt énekel. Jó. Már csak ez az egy van elvileg. És így énekelget. Fölgyújtottuk és szétvágtuk. Hát igen, amúgy én 5S-ről váltottam a 11-re. És amúgy az 5S is tökéletesen működött. Tehát nem volt semmi baj, csak már... úgy gondoltam, hogy miért ne váltanék. Hát 120Hz-es kijelző a telefonon. Hát jó kérdés. Jobban néz ki. Tehát az kétségtelen. Nem tudom. De igazából tényleg csak ennyi, hogy olyan simábbnak néz ki a mozgás. I see. All right. High time, high set off. Hát meg az új iPad Pro-ban van 120 Hz-es kijelző. Hát baromi jól néz ki ott is, kétségtelen. Hogy szükséges-e? Szerintem nem. De ha benne van, szerintem nagyon jól néz ki. Épül a szobor, már vannak karjai, kezei. Ez remek. Nézzük az utolsó helyszínt, hogy hova kell menni. Jó messzire. Úgy csináljuk. Úszunk át itt. Szóval tényleg... Hát igen, kekerényi, ezt is meg lehet érteni. Én is nézegettem ugye, mikor a 11 volt a Pro meg a Pro Max, de azoknak az ára már nekem túlhaladja azt a limitet, amit így elköltenék egy ilyen készülékre. Még a sima 11-re is azt mondtam, hogy de az még nekem személy szerint belefért. Az, hogy valakinek nem fér bele, azt teljesen meg tudom érteni. Hát, ez amúgy így van már, boly, hogy így generációról generációra nem biztos, hogy érdemes váltani. Amikor már itt több generáció van a közte, ilyen 3-4, akkor szokott lenni érdekes a dolog. Nyilván akik
generációról generációra megveszik azok az igazi enthusiast, vagy ahogy szokták mondani, tehát a nagy rajongók, meg ilyesmi. Na, itt van egy kincs, erre ránézünk. Meg persze Drownerek. Popon lőttük. Veszünk egy kis levegőt. Aztán körbenézünk, hú, van itt sok láda. Menjünk ide a hajó testbe. Van itt kulcs. Oké. Meg is van. Melyik volt az a quest? Ez. Olvassuk el a kapitány naplóját. Hát, ha megtalálom. Itt van. Oké. Teljesen át van ázva. Vajon hogy? Jó, valami pénzről van szó. Jó. Oké. És találjuk meg a chestet. Aha. Hát ez... Merüljünk alá. Valószínű. Na, hát lehet nem merül alá Geralt. Úgy dönt, hogy not today. Oké. Gondolom nem ez volt az. Aha, ó, itt van egy ilyen nagy barlang. Akkor jövünk erre. Tempóz, Geralt, tempóz, mert elfogy a levegő. Oké. Na, itt is vagyunk. Itt van valami szörny. Na, és itt ezzel mit csinálják akkor? Jó, kijövünk ide a nyíltérbe. Szedtem. Hát igen, kekerény. A világ összes pénze nem lenne elég tech cuccokra. Ez igaz. Mark Boy meg... Majd beszélgetünk arról, hogy neked hogy sikerült venni 30-80-at. Mert... Egyszerűen nem sehol, sehol. Ahol meg van, ott ilyen kokain árba van, indokolatlanul. Teszem hozzá. Na mindegy. Na, elvileg valahol itt van a kincses láda. Lehet, hogy erre el kell jönni fölfele. Aznap vette, amikor kijött, akkor neked könnyen lehet, hogy mázlid volt. Hogy sikerült.
És Geralt, ne esd le, köszi. Ott a láda. Egy diagram. Meg egy csomó nyersanyag, pénz, van itt minden. Jó, szuper. Menjünk tovább. De mondjuk ezt már útba ejtettük, ha már itt voltunk. Ez kell nekünk. Hideg élelem, sok effőt nyomogatás. Hát igen. Alapvetően ebbe is van valami. Hát mindig kivárom a sorom. Jó lenne, hogyha úgy november közepéig meg tudnám menni, és az már kezd egyre közelebb lenni. A Cyberpunkhoz jól jönnek. Hát igen, ez tényleg nem kevés, amúgy. Na, arra tudok kimenni. Igen, mennyi is az MSRP? 700 dollár? Itt most mi történik? Hát én nem csak a 4K gaminget, hanem azért én itt a munkám kapcsán is azért használgatnám. De mondjuk a Cyberpunknál persze a 4K lenne az érdekes. Jó. Rendben vagyunk. Meditálok egyet, mert nagyon sötét van. Hát igen, mondjuk nettó áron érdekesebb, ja. Az jó hangzik, kekerény az. Az jó, jó. Én volt olyan csoportársam, aki a telefonjára tett fel, azt hiszem, egy Debian-t. Mondjuk az még annyira nem is olyan vészes. Run, Roach. Hát mindegy, szóval ha lesz gépi, lesz addigra 30-80, akkor lesz, ha nem, nem. Igazából nem gond. Vaddisznókkal nem vacakolok. Not good. Na itt mi történt? Blood. Lots of it. Kikimors? Rovarok lesznek valószínű. Vagy inkább ízelt lábúak. Aha. Lesz. Fogunk halni. Nem meg vagyunk mérgezve, az a baj.
Ez baj. Shit, pedig nem sokon múlt. Nem baj újra. Hát de hogyha, amúgy, hogyha nem lesz 30-80, akkor veszek egy PS5-öt és akkor megvan oldva a dolog. Csak a nagy van. Az a baj, nagyon be vagyunk mérgezve. Egy ilyet betolunk. Fogunk dögleni. Shit. Na valamit kitalálok. Még egy kis White Honey-t. Oké. Okay. Na így. Már rendben van, mondjuk mintha még lett volna egy, de a neheze megvan. Aha, ez itt lustálkodik. Jó. Kicking more eggs. Need to incinerate these to ash. So, missing workers. This is what became of them. Shit. Okay. Na, felépült a szobor. Úgy néz ki, akkor készen van. Mindjárt el is megyünk, megnézzük. Így messzire elég komolyan néz ki. Na nézzük, hogy... Ah, itt van. Aha. Jó, hát menjünk. Nézzünk be ide, ha már itt vagyunk. Megint este van. Ja nem, most reggel, jó. Okay. Show me what you got. Az igen. A világ legkeményebb banditái vannak Tisztamba. Egyszer ütöttek mellé, azóta kék az ég. Hát akkor nem nézünk be oda.
ha megengeditek, mert szerintem amúgy ez egy ilyen kontrakt lesz majd ahhoz a Camerlengóhoz. Azt majd máskor csináljuk meg. Hát elég jól néz ki. Hát is megyünk. Csak mert ott van a... ott kell a kontraktet befejezni. Kapjuk meg a pénzünket. Nem is látom a tetejét. Jó, de elkérjük a jussunkat. Helped you finish the statue like you asked. Master, what would I have done without you? Countless throngs of Lepiota's followers will praise in prayer. And you'll pay me, right? But of course, your reward. The Infestor is a serious man of enterprise. Our plan foresees mass conversions. With the donations that will follow, we aim to recoup the costs of production in 3 to 5 years. Everything has been calculated, you see, down to the last decimal. Good luck then. Farewell. A legjobbakat. Na, ez is megvan. Mi van még itt? Hát, öklöző verseny. És hát... nézzük meg ezt. Aztán majd a következőt. Jó, na van itt fast travel point. Hát nézzük szét, hát ha ledob egyet. Tudnék neki örülni. Micsoda templom. Rolling on an empty stomach. Jó, na nézzük. Vajon mi lehet ez a kontrakt, Big Game Hunter? Rögtön megtudjuk. Na mi az? Wanted to talk? I did, for we're neck deep in trouble. Of the spider kind. Oh, need a maid with a broom, not a witcher. You fail to understand. These are huge, the size of pigs or dogs. Black and hairy, spewing webs. Mm-hmm. Not talking about spiders then, talking about arachnomorphs. Call them what you will. You must smash the rogues, will you?
Those caves would be prime barrel storage were it not for the beasts. Arachnomorphs don't look much like bunnies, but they sure breed like them. Best nip the problem in the bud. I'll look into it. Nézzük. De miért kell minden játékba pókokat rakni? Csak benne, hogy van még. Ja, hogy itt ketten vannak. Oké, okay. Sőt hárman. De sokkal könnyebb lenne, hogyha látnék valamit. Ez így nehéz, nehéz. Na újra. Most csináljuk meg jól. Jó lesz. Előbb-utóbb biztos. Ezt visszacseréljük. Bedobunk egy Golden Oriolt, hogy ne mérgeződjünk. És csináljuk. A lekötés ez nem valami jó, maradjunk annyira.
Shit. Mit lehetne tenni? Hát ezek jó így. Viszont csak meditálok egyet, hogy legyen potionünk. Na csak most respawnoltak. Ez így oké. Menjünk tovább. Hát benyomok egy ketet, hát ha segít. Legalább látok valamit. Határozottan segít, ha látok valamit. Oké. Jó. Na, akkor visszatöltjük az életet, meditálunk egyet, majd visszamegyünk és elkérjük a pénzünket. Elvileg tiszta. If only I was healthy. Any tidings? All taken care of. Went inside and cleaned up. Thank the gods. And you too, of course. Time I got back on the path. So long. És akkor mi is volt az a quest, az itt volt pedig. Igen, ezt. Lads, I find your concern touching, I do. Yet I've long awaited this day. So you must forgive me, but I shall go through with it as planned. Ah, it seems my guide has arrived. Greetings. Greetings to you, White Wolf. I presume you saw my notice? Foolish question. You're here, thus you must have seen it. Forgive me, I should introduce myself. Count Belladar, a great admirer of your deeds. Thanks. Not something we witchers hear often. But Count, sir, do you mean to go off with just this witcher? A right hardy fellow he is, no pants, I'm sure. But your expedition's too risky on the whole. And not taking us with you, pardon my saying it, right daft. You exaggerate, Vilmar. I believe I can manage to survive half a day without someone there to wipe me arse in my stead. My guards lament, Witcher, but you must forgive them. Now, to get down to brass tacks. As you've no doubt gleaned from the notice, I've a rather extraordinary proposition for you. I'm a lover, Witcher, of nature. A devotee of the wild. And Toussaint is home to several species not encountered elsewhere. I'd like you to accompany me on an expedition whose aim is to... preserve them. Ah, yes. Naturally, you'll protect me should the need arise. My ever vigilant guard, see, will report any reckless behavior to my wife if I get so much as a scratch. And then woe will be me.
De ki vagy te? Count Belladol, famous poultry farmer, is that it? Well, that was my grandpapa, dear man. But my trade is the wine trade. I import the finest vintages to Kavir, my homeland. The very okay. reason for my frequent visits to Beauclair, during which I like to partake of nature, let us say. Really need a witcher to partake? Got guards of your own. Take them, save some coin. I could, surely. But they too deserve a bit of rest, relaxation. Right, lads? Besides, I've plenty of coin. Coin that needs spending. Who dares stop me? So this is about a rich man, bored stiff, seeking thrills. There's also Clarissa, who... Vilmar, please. Who what? My daughter. I always return from my travels with some souvenir or another. She looks forward to them tremendously. but we did not meet to chat about my family. We must discuss our venture, must we not? Yo? Need some details before I can say anything. Where are we going? What am I supposed to do exactly? In the roundest terms, we shall admire the local flora and fauna. And while we do, I might preserve a thing or two. Preserve? Of this device, see? The Parastysomach. It captures, likenesses. Parastysomach? It's like a movable megascope, capturing moments, transforming them into illusions, based upon which I then paint a painting. Oh. So, you want me with you, looking at animals and flowers and... Well, that's more or less what it amounts to, yes. Except you will first have to track down the creatures I wish to capture. I know only the very approximate locations of their habitats. Tehát kvázi le kell fotózni őket. Any trouble arise, we'll have your sword at the ready, right? So, agreed? Okay. Doesn't seem hard. Be glad to do something pleasant for a change. Sublime. In that case, here's your map. Before coming here, I dispatched requests to several local hunters. They located the habitats of the species of interest to me and marked out their ranges on the map. Good thinking. It'll save us some time. Won't need to track. Ready to go? Yes, let's. The light seems perfect just now. Jó, hát fényviszonyok kiválóak. Az aztán a szerkezet. Jó. Oda kell menni, meg oda kell menni, oké. Seems I got the map, so I'll lead. Micsoda készülék. Wouldn't rather be out here with those guards of yours? You jest. It's deliverance to emerge from under their wings, believe me. They're overprotective, oppressively so. I wish to admire the wildlife, preserve it, not watch them kill it in a fit of misguided fear for my life. What if the wildlife attacks us? Then we shall have no other recourse. I do not wish to be something supper. You? But as long as they remain calm, we've no need to provoke them. It's of the utmost importance to me, in fact. Tehát most a párducokhoz megyünk. És itt egy medve. Map says there's something panthers around here hunting. Stay close. Keep your eyes peeled like a bear. But one request, Witcher. Avoid bloodshed if at all possible. Tehát ha lehet, ne üljünk meg senkit. Hear that? Panthers. Frankly, I did not hear a thing. Clearly, your senses are far more acute than mine. I must rely on them. Na, akkor fotózod. Damn poachers. Snares. Looks like they were hoping for a bear. Oh, csapdát állítottak. Will you help the mother? Give it a shot. Gotta calm her first. Likely to lunge at us otherwise. Brilliant. You freeing her. A superb. Brilliant. You freeing her. Folk call witches heartless.
This will put the lie to that. Oh my! I failed to warn you. Apologies. The Peristysimac has an added lantern. You must look away or it'll blind you. Peristysimac's upset the animals. Better get out of here. Ja, szerintem is haladjunk. Belevakulsz a fejembe. Got pretty broad interests for a man of the city. I suppose I dabble in my share of things. Wine, nature, painting. I imagine the life of a witcher must be rather more monotonous. With all due respect. It is. Csak most menjünk a nagy százlábúhoz. I for one cannot fathom only ever consorting with the same creatures, day in and day out. Got a wife? Shh. Hear him. It's those... Centipedes, giant. Underground tunnel burrowers. Make a distinct sound. We can use that to track them. Miért érzem azt, hogy ez nem valami jó ötlet? Sounds loud and clear here. Must be near the nest. We're here. Well, this vantage point's no good. I shan't capture a good image from here. All right, wait. We'll find you a better spot that's safe too. Tread lightly. Giant centipede sense the softest sounds, the lightest vibrations. You wake one up, it wakes up angry. Here, maybe? Distance seems right. Light's not bad either. Yes, this will work perfectly. Na, gyere! Can you lure them out? Give me a minute. Need to think. Vibrations. Gotta send some through the ground. I'll try tossing a bomb or casting a sign. And you watch out. Don't get any closer. Meg is nem kell őket levágni. Mehetünk. Truly magnificent that was. We can move on now. Exhilarating. Positively exhilarating. Thank you. I've one more request. Local peacocks performing their mating ritual. I'd love to see that. Bye-bye. Currently, a flock dwells not far from here. We can go, just don't count on peeping at them while they mate. Season ended a month back. Oh, that's terrible. I so wish to capture their splendorous tails in full bloom. Is there nothing you can do if they prove uneager to present? Perhaps challenge them somehow? Goad them? What did you have in mind? Don't have a tail myself, and I'm not likely to sprout one anytime soon. My thoughts were more along the lines of witcher magic. They say you can exert influence over lesser creatures. Yeah, guess I can try. Can't promise you anything, though. Splendid. Consider me contented. I cannot pinpoint the flock's location, but a hunter I know told me a few likely spots. I'll mark them for you. All right. Let's go find some peacocks. Hát jó. Keresünk pávákat. I was wondering, why peacocks? My daughter is rather fond of them. There will be a treat for her. We're close. Eyes in the back of your head. Köszönöm, erről hallom a hangot. Shhh! Hear that? They're calling to each other. Vannak. Fabulous! We're getting close! A feather from the rump. Put it in suet.
Cock shed it recently, and the suet's got a distinct scent. Ought to be able to track the flock. Witcher in action. What a treat to watch. Na, itten is vagyunk. Oh, that's lovely. Now, if they could just splay the tails. See what I can do. Find a good spot. Ready! Use your magic, Witcher! Csak ne velem akarjanak párosodni. Az a fontos. This'll be a masterpiece. Smile, please. Giant centipedes. Damn it. Where did they come from? Must have followed us. Get back. All over now. Is this any more? That was tense. I believe I've had my fill of excitement for today. Szerintem is. What a wonderful adventure. Get everything you wanted? Yes. In that case, time to get back to your camp. Bezony, bezony. Returning your lord to you. Safe and sound. You've our gratitude, Master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our dear count. Seems the jaunt did him wonders. Breathed some new life into him. Wait here a moment, Geralt. I have to fetch my coin pouch. Pay my dues. No need to thank me. Gladly have more contracts like this. Count's a wonder, ain't he? It's a sad injustice, the misfortune that's touched the family. Misfortune? Made no mention, did he? 10 years back, his last, Clarice is her name, took a spill off her horse. Been bedridden ever since. Oh. Cannot walk of her own. That's someone. She'd been the life of the house before the calamity. A merry sprite what filled every corner with joy. Count would oft take her out on trips. She loved animals too. Excursions he makes now. Or rather, paintings he brings home. They's her only window on the wider world. Oh, értem. Sorry to make you wait. De neki csinálja a festményeket. I was to be able to observe you in action. To confirm for myself there that the tales about you were not exaggerated in the slightest. You show discipline, reliability, responsibility. I dare say you'd make the ideal business associate. That's a shame you've no interest in the wine trade. One day, maybe. Your reward. Use it well. Thanks. I've one other matter I wish to broach. In a few days' time, I shall exhibit my work for some friends, my coterie, so to speak. Would you come by? Why not, if I'm in the area? Splendid. In that case, I shall see you at my lodgings. I'm staying with a friend while in Toussaint, near a village named Francolar. I'll be by. See ya. Jó. Holnap délbe. Jó messze. Ja, itt igen. Aha. Jó. Hát addig nézzük akkor meg... Nézzük meg ezt. Próbáljuk meg. Nem lesz könnyű, de... Hát meglátjuk. Oké is. Na, meditáljunk viszont reggelig. És akkor el is ugrunk. Csak még ránézek, hogy... Hát egy picit javítunk rajta. Jó. Na. És akkor mehetünk is.
Francoisnak kell segítenünk. Merre menjünk? Jó, hát itt ledélnek. Move it. Rusty armor. All the remains of the last thrill seeker to make it out here. Csontok. Bones. Human. Hollow inside. Marrow's been sucked out. Halt, master. A beast lurks in there. Right. Expected as much, cause I... Shh, quiet, before you wake it. Come, I've camped nearby. We shall talk there. Hát jó, beszéljünk akkor. What do they call you? What's your crest? Speak. Name's Geralt. No crest, no motto, no plumed helmet even. I'm a witcher. Francois Le Goff, I presume. Your betrothed sent me. See, you've been gone a while, so you've got her worried. Well, indeed, for Grottore is a most fearsome beast. I must prepare properly for battle. Takes 2 weeks, that? Circa zomba. I have tarried a bit, true, but the delay is done. My word I gave, thus the beast shall die. Ah, be van fosva egy kicsit lehet. Wouldn't happen to need any help, would you? I don't know. After all, I did swear a solemn oath to... Deposit the beast's head at your beloved's feet. No mention of you killing it all by yourself, though. All in all, I suppose you're right. Pici csalás belefér. Side by side, then. For honor. Witcher nem olyan nagy csalás. Egy szörny ellen. Na, François. Akkor csináljuk. Futni tud. Ó, nem ezt akartam. Hanem ezt. Jó, előre mentél, haver. Strange. No sign of Grottore. Perhaps we should turn back. If there's no beast, there's no beast. Damn shame, but we tried. Not so fast. Let's take a look around. Impressive. You'd think you were in a winter garden. Maybe filled with children's shoes. I've never seen a collection of this grotesque. Gyerekcipőkkel van tele. Bones. Small skull. Fontanelle's not completely closed. An infant. About a year, maybe. Various sundries. Some tools. Grottore must have taken them from its victims. Csak nem egy lesen. Off somewhere, probably feeding.
Need to lure it. Hát, ha megtalálom. Íme. Jó, hát Relict Oil Igni. Már sok meglepő ebben nincsen. Lehet, hogy most teszünk is a kardra egy kis Relict Oil-t. Mondjuk az Iron Dite-ra lehet, hogy nem kéne, de miért ne. Jó, és fölgyújtjuk a növényeit. Ez amúgy bunkóság, de... És meg is érkezett a jó öreg grottóra. Na, ez gyors volt alapvetően, tehát nem kért elnézést előre. Nem baj, kezdjük előről. Az igen. Nagyot üt. De nem baj, megoldjuk. Ezek a árhez fórok nagyon kellenek ide. Well, that was intense. Mondaná az orosz, ha tudna angolul. By my troth, the damned brute was sturdy. I'm grateful, Witcher. You aided me greatly. High time you returned to Beauclair, brave knight. Nay, the head of this beast is a trifle wholly inadequate to express the love I harbor for my betrothed. The world awaits. To honor her, I shall cut down another, more terrible beast. Nem bírálni.
Take my advice. Grab the damned head and cut the shit. Ennyi. I beg your pardon. That I wish to make my beloved's name known the world over to bring her glory. Shut up and listen. Crests, scrap metal armor, swooning damsels. All that's nothing to do with hunting monsters. Witch's work. Damn hard, dangerous, and thankless work that you're just not cut out for. Find some other way to prove your valor. Only thing you've proven so far is that you're a fool. You do not mince words, Master. In Tucson, one might demand satisfaction upon trampled ground for a lesser slight. Yet, there is truth in what you say, I cannot deny. I survived with my life by a hair. It is time I returned home. Bezony, bezony. Hát mi is éppen, hogy túléltük, őszintén szólva. Úgyhogy itt kicsit lootolgatunk. Aztán itt se vagyunk. Pici meditálás után. Na, nézzük, hogy mi van még. Jó, ez igen, akkor vissza kell menni a csajhoz, vagy hát a hölgyhöz pontosabban. Akkor megnézzük ezt majd délben, de akkor kezdjük ezzel. Boklerbe kell visszamennünk. Sehol egy fast travel point. Akkor jövünk ide a palotához. Szerintem erre föl lehet menni valahogy. Talán megnézzük. De lehet, hogy mégse. Nem. Akkor megyünk a Turning Grounds-hoz. Az a tuti. Akkor jövünk ide. Nilfgaardi nagykövetségnél van. What's going on here? Itt is van. Jacket. Got good news, madam. As do I. Francois has returned. We marry in a week's time. Ennyi. Ennyi. Prenuptial teachings at the temple tomorrow. Dress fitting the next morn, then a tour of the wedding venue. I have never been so happy. Congratulations, I guess. Wish you happiness, both of you. And good fortune to you on your path. Your reward, Master. And Godspeed. 300 korona. Ennyi. Jó. Hát Evgeg a Nilfgaardi nagykövetség. Remekül néz ki. Jó. Na, akkor keressük meg... Ne keressük meg, pontosabban menjünk el, nézzük meg ezt a festmény dolgot. Na, itt van. Na, gyerünk.
nézzünk szét. Hát, kaja az van. It's picturesque meadows and untouched woodlands are home to one of the most dangerous Na jó. Nézzünk tovább. Az igen. Ez jó. Ezt még ott itthonra is kiraknám a falra. Mondjuk ezt... Ezt... Hát... Az a nagy pávont nem tudom mit csinál, de... Oké. Okay. Mondjuk ez se rossz, csak ezen meg rajta van a fasz. Nem tudom minek. Both male and female Beauclair centipedes are formidable predators. The bees prefer to hunt in packs. Yet the author of this extraordinary work was able to capture a lone specimen preparing to attack. Cast your eye on the hunter, who, though fully aware of the danger, wears a look of cold determination on his face as he awaits the optimal moment to strike. Micsoda szakértői megállapítások. Wonderful. Come, please. I'm delighted to see you. I've a small gift for you, and I shan't let you refuse. You are free to sell it, of course. Though I would be honored were you to hang it in your home. Thanks. Nekünk adta. Talk to your guards back at the camp. Told me about Clarissa. Sorry to hear about her accident. Thank you. Kind words that mean a great deal to me. How's Clarissa these days? Probably can't wait for you to get back. To get her gifts, you mean? I've dispatched two already. She'll not need to wait for my return. En route home, I meet to pass through Dol Blathan. They say one can see Sylvans there. Yeah, actually happen to know one. Name's Torque. He can be mean, but for the right fee, he'll do anything you ask. Splendid. I thank you for the hint. Tell him I send my regards. Jó, rendben nice vagyunk. Meeting you. So long now. Akkor adott nekünk egy festményt, amit mi pedig ki fogunk tenni a falra otthon. Úgyhogy most gyerünk haza. És otthon kiteszem a falra. Itt is pávákat hallottam. Ide kitesszük a hálószoba falára. Itt tökéletes lesz. Remek. Jó, meg van még egy, ugye amit a másik fickó csinált. Ezt ide tegyük a... Hát nem is tudom. Tegyük ide. Igen, itt lesz a legjobb. Tökéletes. Tökéletes. Jó, rendben van. Na. Nézzük, hogy mi van még. Hát nagyjából megvagyunk. Ugye Fizz Fury következő alkalommal. Szerintem elkezdjük a Nightfall Hire-t is csinálgatni.
meg a diagramokat is keresgetjük. Hát ez majd még egy picit később. Ó, ezt is, mert ez is nehéz. Ezeket meg majd szépen, ahogy haladgatunk, úgy keresgetjük a treasure huntokat is. Jó. Na. Oké is. Na. Hát srácok, akkor mára én ennyit gondoltam. Sokat haladtunk ma is, de még azért van mit csinálni. Szerintem simán be fogjuk fejezni. Hát, héten még lesz egy, meg jövő héten be fogjuk fejezni simán, ameddig be kell fejeznünk. Jó. Úgyhogy én akkor mára köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a followokat, csíreket, donéteket, szubokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb holnap este lesz stream, várhatóan. Meglátjuk, hogy mivel, valamivel játszani fogunk, az biztos. Valami olyan játékkal, amit meg kell nyerni. Valami kis multi játék lesz. Jó, rendben van. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen nagyon szép estétek, és kellemes hosszú hétvégétek. Na, szevasztok!